Kimondott szavak. Önök a Rádió Orient heti hír összefoglalóját hallják. Decemberben küldi meg Magyarország az Uniónak a kötelező kvóta elleni keresetet. 50 milliárdos gazdaságfejlesztési program indul a Vajdaságban. Visszaállítják a gyakorlati felvételit a sporttudományi szakokon. A Rádió Orient hír összefoglalójával ezen a héten Hajdú Eszter jelentkezik. Rádió Orient, a közigazgatás rádiója. Az országgyűlés törvényben kötelezte a kormányt, hogy forduljon az Európai Unió bíróságához a bevándorlók kötelező kvóták szerinti szétosztásáról szóló uniós jogszabály megsemmisítése miatt, emelte ki Völner Pál, az igazságügyi minisztérium államtitkára. Részletek a Dorján Andrástól. A minisztériumban jelenleg a kötelező kvóta elleni kereset megfogalmazása zajlik, mutatott rá az igazságügyi miniszter helyettese, kiemelve, a beadványt december közepén küldi meg a magyar kormány az Európai Uniónak. Jelenleg a szövegezése zajlik ennek a tervezetnek, és ez december közepén körülbelül akkor megküldése kerül az Unió bíróságának. Talán a legfontosabb az, hogy az Európai Unió tanácsa, ennek különböző formációi léteznek, tehát amiben a miniszterelnökök, államfők üléseznek, kétszer is úgy döntött, hogy önkéntes kvótákról lehet beszélni az Unión belül, tehát ez a támogatott dolog. Majd ezt követően szeptemberben a belügyminiszterek tanácsa Magyarország ellen szavazata mellett, vagy Magyarország ellen szavazata mellett is hozott egy olyan döntést, hogy éppen Görögországban, Olaszországban az év valamely szakában megnevezett kontingens, tehát egy 160 ezer fős tömeget egy bizonyos Juncker képlet alapján el kellene osztani a tagállamok között. Egyrészt a korábbi tanácsi döntéssel nem egyezik a döntés, a másik pedig, hogy kötelezettséget ró a tagállamokra. És éppen egy olyan cikkelyre hivatkoztak, amely szerint könnyíteni kell a bizonyos tagállamok helyzetét, akkor alkalmazható. Most erre értették, hogy Olaszország és Görögország helyzetét könnyítik, ugyanakkor a többi országnak, köztük Magyarországnak is, amely szintén schengeni tagállam, a helyzetét nehezítik egy ilyen tehervállalással. Ezt viszont csak egy jogalkotással lehetett volna, tehát egy jogszabály alkotásával elérni, de a bizottság, amely beterjesztette a javaslatot, úgy nyilatkozott, hogy ez nem jogszabályalkotási aktus, ami következik. Ez nem felel meg a valóságnak, pontosan emiatt, mert beleütközik a korábban alkotott például a Dublin 3 egyezménybe, tehát magát a Dublin 3 egyezményt sem tiszteli. Ugyanakkor megspóroltak egy úgynevezett egyeztetést, tehát az Európai Parlament nem történt meg, mint jogszabályalkotásnál az egyeztetés. Olyan problémák vannak bele, hogy nem a bizottság által benyújtott eredeti javaslat került elfogadásra, hanem azon is módosítottak. Tehát számtalan olyan formai hibában szenved maga a folyamat is, ami miatt egy bíróságnak ezt hatályon kívül kell helyeznie. Tehát, de önmagában, ha jogszabályalkotás történik, és úgy történne egy ilyen kvóta megállapítás, az is elfogadhatatlan a számunkra, főleg itt a párizsi eseményeknek a ismeretében. 50 milliárdos gazdaságfejlesztési programot indít a kormány a Vajdaságban. A kezdeményezés céljaiban egyaránt illeszkedik a szerbiai és a magyarországi fejlesztési elképzelésekhez. Potápi Árpád János államtitkárral a Dorján András beszélgetett. Elsősorban a szülőföldön maradást segítenék, mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár kifejtve. A programtól azt várják, hogy megforduljon az a tendencia, mely szerint a vajdasági fiatalok egyre inkább külföldön keresik boldogulásukat. Elsősorban a vajdasági magyar vállalkozásoknak a támogatására. 20 milliárd forintos keret van a visszanemtérítendő támogatásra, ami az a következő két évben fog megvalósulni, és 30 milliárd forintos hitelkeret áll majd rendelkezésre, amelyet vállalkozások tudnak majd lehívni. Valószínű, hogy egy bankot kell megbízni, illetve létrehozni, egy szerbiai bankot, aki majd ezt a hitel folyósítást végre fogja hajtani. Mivel a Vajdaság egyértelműen mezőgazdasági terület, ez elsősorban a mezőgazdasági vállalkozásoknál, illetve élelmiszeriparban, feldolgozóiparban fog megvalósulni. Ehhez kapcsolódva természetesen turizmusról is beszélhetünk, vagy turisztikai ágazatról.
jövő év január 2. felében fognak megjelenni az első ilyen pályázatok. Nagy vonalaiban a program elfogadott, sok kicsi részlet még nem ismert, még van jó másfél hónaponk, két hónaponk, hogy ezt ki tudjuk dolgozni. Idén 25 éves a Tudományos Újságírók Klubja. Az 1990-ben megalakult szervezet célja többek közt a tudományos újságírás oktatásának elősegítése. Keskés Noémi összeállítása következik. A Tudományos és Környezetvédelmi Újságíró Stúdió hazánk újságíróképző tanfolyamai közül jelenleg az egyetlen olyan, amely a hangsúlyt a tudományra, a környezet és természetvédelmi ismeretekre helyezi. Dőr János, a klub elnöke elmondta, évekkel ezelőtt a Magyar Újságírók Országos Szövetségével közösen indították ezt a képzést. Ez később kibővült egy akkreditált tudományos, tudománykommunikációs kurzussal, amit jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem vállalt fel, tehát most ott folyik ez a fajta képzés, egyetemi szintre emelve masterképzés, tehát már BSc szakot elvégzett hallgatók számára, Tudománykommunikáció természettudományban címen, egyrészt a tudományos, a másrészt pedig a múzeológiai irányban. Mik azok a kihívások, amelyekkel számolni kell? Ez mindenképpen a kiadói érdek, a piaci értékesítés elsősorban, és az újságíró etika olykor szembenállása. Tehát hogy mennyire bulvárosíthatjuk tényleg, milyen témákkal foglalkozunk az eladhatóság érdekében, etikailag vállalható az, vagy nem, amit írunk, és kellő felelősséggel tárgyaljuk-e témát. Családbarát hívógomb segíti a Ráckevei járási hivatal kormányablakába érkező várandós kismamák és kisgyermekes szülők ügyintézését. Huszár Bence Péter hivatalvezető rámutatott. Az elsőbségi gomb mellett pelenkázó és játszósarok teszi barátságossá hivatalt. Az egyedi kezdeményezés a Pest megyei kormányhivatal 7 járásában összesen 11 ügyfélszolgálaton érhető el. A Pest megyei kormányhivatal, mint családbarát munkahely, egyértelműen az a legfontosabb célkitűzése, hogy az ügyfelek igényeit és érdekeit messze menőig kielégítse, illetve magas színvonalú, és mindenki által, tehát ez a kulcsszava az egész családbarát munkahelynek, illetve ügyfélközpontúságnak, hogy mindenki által hozzáférhető szolgáltatásokat tudjon kialakítani, és megkönnyítse a hivatalban forduló ügyfeleket, életét. Érdemes még megemlíteni a kormányablakunk családbarát beállítottságának a legeslegújabb vívmányát, amit gyakorlatilag az ügyfélhívón keresztül lehet aktiválni. Ez gyakorlatilag egy családbarát hívógombnak tekinthető, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy amennyiben egy várandós kismama vagy egy kisgyermekes szülő érkezik, akkor egy gombnyomással kiemelt ügyfélé válik, azaz az ügyfélhívó rendszer, még az internetes foglalásokat is figyelembe véve, soron kívül előreveszi őket. A Pest megyei kormányhivatalban 7 járásában, 11 helyszínen, 11 ügyfélszolgálaton, ezek között vannak még okmányirodák is, elérhető ez a fajta családbarát hívógomb. Riportok, helyszíni tudósítások, telefoninterjúk. A hét legérdekesebb témái, legfontosabb műsorai. Kiemelkedő közéleti személyiségek és szakértők, akik első kézből nyilatkoznak nekünk. Önök továbbra is a Rádió Orient heti hír összefoglalóját hallják. Az új felsőoktatási rendszer bevezetésével 2017-től visszaállítják a gyakorlati felvételit a Testnevelési Egyetem sporttudományi képzésein. Az alkalmassági vizsgákon szigorú szabályok mentén vizsgálják meg a hallgatók fizikai és szellemi felkészültségét. Mocsai Lajos rektorral Kecskés Noémi beszélgetett. A szakstruktúra változása minimálisan érintette a Testnevelési Egyetemet, a feladatok tekintetében az átalakítás viszont újabb előrelépési lehetőséget jelent, mondta Mocsai Lajos, az intézmény vezetője. A tanárképzés az osztatlan, ami mondjuk az egyetemnek a zászlós hajójának kell, hogy legyen. Abban a változtatásban, hogy a BSc, tehát a 3 éves mondjuk szakedző diplomás, amely majd mondom átstruktúrálódik, ebbe a képzésben részbe bele kell, hogy foglaltasson, és utána 2 diplomával rendelkezzenek a fiatalok. Nyilván a gyógytestnevelő egészség
megőrző szakunknak rendkívül fontos szerepe van, hiszen a magyar fiatalok nagyon rossz hír ez. A vidéki gyerekek, most 2000 gyereket 1700-800 körül vizsgáltunk, 3 megyébe 40%-a gyógytestnevelésre kényszerül és utalt, csak az a rossz hír, hogy az általános iskola első 4 osztályáról beszélek. Ez konkrét fölmérés. Tehát itt óriási jelentősége és stratégiai jelentősége van, hogy a kormány a napi testnevelést bevezette. A másik dolog, ami nagyon lényeges, hogy ma a mozgás, az aktivitás a legfontosabb összetevője az kognitív, az értelmi és az érzelmi intelligenciájának a fejlesztésére. Tehát a pszichomotoros kultúra, tehát a testnevelés, a testkultúrán keresztül jelentősen javíthatók a kondicionális képességek, és ezzel párhuzamosan az agyi teljesítmény, és a testnevelési egyetemnek ez az egyik nagyon fő célja. Visszahozzuk a BSC-be, a nappalin és levelezőn is a 3 éves úgynevezett diplomás szakedzői szakot, és az okleveles szakedzőt, az pedig a mesterkurzusban. Tehát a testnevelési egyetem 4 mesterkurzussal rendelkezik, egyedül az országban. Ebben benne van a rekreáció, benne van a sportmenedzser, benne van maga a testnevelő tanári és az edzői programunk is. Nyilvánvalóan ez alapvető feladatunk. Na most, ami változik az, hogy a rekreáció beleolvad majd a sportági képzésbe, egy más struktúra alakul ki, de ez mind javítja a sportszakember képzés minőségét. Átadták Ferencváros új ifjúsági irodáját és közösségi terét a Haller utca 52-ben. Bácskai János polgármester elmondta, fontos, hogy a fiatalok számára olyan helyeket biztosítsanak, ahol tartalmasan tudják eltölteni szabadidejüket. A részleteket a Dorján Andrástól hallják. A korábban az Ecseri úti metró megállóban működő, aluljáró ifjúsági információs és tanácsadó irodát azért költöztették át a Haller utcába, mert így könnyebben elérik a helyi fiatalok, mondta a városrész vezetője, hozzátéve, a szebb és tágasabb helyiségben lehetővé vált a szolgáltatások bővítése is. A H52 ifjúsági iroda és közösségi tér átadás, ez egy jó példa arra, hogy működik ez a rendszer, vagy hogy működhet még jobban, hiszen az Ecseri úti metró aluljáróban működött az aluljáró ifjúsági információs és tanácsadó iroda sok-sok éven, talán évtizeden keresztül is, és ezt mondhatnánk azt is, hogy egy szinttel feljebb hoztuk, hiszen a H52 az nem egy kémiai képlet. Valójában egy képlet lehet arra, hogy hogyan lehet a fiataloknak segíteni. Ez a Haller utca 52, ezért H52 alatt található. Már kicsi iroda, ez már a megnyitókor kiderült, hogy már kicsi, pedig háromszor, 3,5-szer nagyobb, mint az aluljárós iroda volt, hiszen annyira népszerűvé tud és fog válni, ez már most látható. A népszerűség persze azoknak köszönhető, akik működtetik, Gedeon Andornak és csapatának, és hogy Novák Katalin, emberi erőforrások miniszterének felelős államtitkár is elmondta a megnyitó beszédében, hogy a kormány ifjúságpolitikájának is a célja, hogy támogasson olyan szervezeteket, amelyek segítséget nyújtanak a fiatalok számára, akik nem kapják meg otthon, amit megkaphatnának, és az utcán bolyonganak. Ehelyett inkább jöjjenek be ilyen irodákba, az önkormányzat is ezért segítette ennek az irodának a kialakítását. A civil szervezeteket is be lehet vonni ebbe a munkába, és természetesen az önkormányzat saját erőforrásokat is csoportosít rá, mert ennyire fontosnak gondolja, hogy a prevenció mindig a legegyszerűbb, és a társadalom szempontjából is a legolcsóbb, hiszen talán nem alakul ki egy olyan életforma, ahonnan már lehet, hogy nincs visszaút. Lezárult az energiahatékonysági beruházás a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatalban. A projekt közel 688 millió forintból valósult meg. Kecskés Noémi összeállítása következik. A fejlesztés érintette a szolnoki indóházút 8-as és a Versegi út 9-es szám alatti épületeket, mondta Berkó Attila, főigazgató. Ezekben az épületekben komolyabb fejlesztések valósultak meg. Hogy példaként említsem, az teljes irodaépület átalakítása megtörtént az indóház és a Versegi úton. Különböző energiahatékonysági, tehát kondenzációs faligázkazánok, műhelyek fűtése, új radiátorok elhelyezése, lámpatestek cserélése, napkollektorok rendszer került beépítésre, gyakorlatilag kísérőművel létesítése kapcsán.
és továbbfejlesztésként még a Versegi úton egy hőszivattyús rendszer is beépítésre került. Tehát gyakorlatilag ennek a két épületnek azon túl, hogy megtörténtek a homlokzati nyílászárok és a homlokzati szigetelés, teljes külső rekonstrukciót követően energiahatékonysági egyéb beruházások, mint ahogy említettem, fűtés és világítás kapcsán is megtörténtek, tehát gyakorlatilag teljesen megújult a két épületünk. Színes képzési kínálattal készül az új évre a Balaton-Almádi Járási Hivatal. Többek között óvodai dajka, szakács, kisgépkezelő és ápolási asszisztens tanfolyamok indulnak a régióban. Tar Viktória hivatalvezető elmondta, 2016. januárjától lépcsőzetesen ütemezik a támogatott képzéseket. A képzések várhatóan 2016. január hónaptól kezdődnek, nem egyszerre, hanem januártól lépcsőzetesen indulnak a tanfolyamok, amelyek között megemlíteném például óvodai dajka, szakács, pargondozói, kisgépkezelői képzéseket. A képzések célcsoportja itt elsősorban a 8 általános iskolát végzettek, vagy az alatti végzettségűek. Ők egyébként a korábbi évekhez hasonlóan közfoglalkoztatásban vesznek részt, a képzés idejére is a közfoglalkoztatási pért kapják, de felmentést kapnak a munkavégzés alól a tanfolyam idejére. Ezen túl megemlíteném a GINOP 5-1-1 programot. Itt már lehet jelentkezni a képzésekre, itt már fogadhatjuk a jelentkezéseket. Itt megemlíteném az asztalos, ápolási asszisztens, festő, mázoló, tapétázó tanfolyamot, gépi forgácsoló, kisgyermekgondozó, szakács, szerszámkészítő tanfolyamokat. Itt a jelentkezési feltétel, tehát a célcsoport elsősorban a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők, a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, alacsony iskolai végzettségű személyek, tartósan legalább 6 hónapja regisztrált álláskeresők, illetve az 50 év feletti álláskeresők. Önök Kimondott Szavak című műsorunkat hallották. További folyamatosan frissülő híreinket honlapunkon találják. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Hajdú Eszter. Kimondott szavak. Önök a Rádió Orient heti hírösszefoglalóját hallják.